Sziasztok! Mint tudjátok, Dominika nevem, és ez itt az első videóm, és most arra fogok mutatni nektek dolgokat, hogy milyen klassz kedveim vannak, és melyikik a kedvenceim. Itt van például ez, de ez még nem minden hozzá. Van hozzá egy hangtombító is, ugye milyen királyfegyver. És most figyeljetek, hozzá egy ilyen is. Ilyen tár. Így bele lehet így rakni, de most még ezt nem rakjuk bele, hanem itt van nekem négy ilyen. Itt van kettő kis golyó. Itt van még egy kis golyó. És itt van még egy kis golyó. És ezt a négy kis golyót belerakom most ebbe a kis tárba. Most nem fogunk ezekkel a fegyverekkel lőni, mert ez túl veszélyes lenne. De nézzetek, milyen király. Így belerakom. És akkor még figyeljétek, hol van ez? Van így itt. Fénye, meg van lámpája is. Látjátok? Na, lehet, hogy ez a videó nem olyan érdekes, de aki szereti a fegyvereket, azt biztos érdekli. Itt van például a... Már is mutatom. A CYMAP.618-as modell. Ez is nagyon érdekes. Bár ezt nem, most így nem lehet levenni, viszont régen, hogyha jól tudom, ennek is volt ilyen lézere, csak kimerül belőle már így az elem. Itt be kellett nyomni. De az a baj, hogy már nem működik. Mutatok még pár példát. Például ez is, ami mert most nem tudom, hogy hol tűnt itt ez benne, de megvan szerintem, úgy tűnik, hogy nincs meg, de hát skacok. Ugye, majd bocsi skacok, elejtettem ezt. Szóval, hogy van? Szóval ebbe bele kell rakni a fegyvert. Itt volt egy ilyen csomó töltény. Ilyen kis skacok, hogy ez a videó most csak ilyen kis rövid lesz. Következő alkalommal is csinálok, de hosszabbat, és szerintem örülni fogtok ezeknek a videóknak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy sokan megnéztétek az új videóimat, és mindent köszönök szépen nektek. Lehet, hogy ezt is meg fogjátok nézni, úgyhogy, hogyha tetszett, dobjatok fel egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Sziasztok!